Kínak és a Kaposvári Egyetem doktori iskolájából érkeztem. Emellett pedig a Corvinus energiagazdasági szakán vagyok hallgató, és ez az előadás az inkább a Corvinushoz kötődik olyan szempontból, hogy a teendő diplomadolgozatomnak az elméleti alapjait szeretném most bemutatni, ezt majd egy empirikus kutatás is, ami minden igazakkal követni fog, és természetesen követni fog. A dolog ott kezdődik, hogy vetettem egy pillantást a lakossági földgáz árakra, és hát azt gondolom, hogy nem árulok el nyilván az annál titkot, hogy látjuk, hogy 2012-ig nagyon dinamikusan dörögettek a lakossági földgáz árak, majd egy három ciklusú állami árszabályozás a deficit csökkentés hatására, mennyi az utolsó csomagja 2014-ben lépett életbe, összesen 27%-kal mérséklődtek ezek az árak. Ugye ezt egy ilyen regionális és európai kontextusban is elhelyezzük, egy lekkes tanulmány alapján érdemes, hogy tartom azt megemlíteni, hogy a deficit csökkentés előtt sem európai, sem pedig regionális kelet-európai összehasonlításban nem számítottak magasnak a földgázárak, azonban, hogyha azt veszük számításba, hogy egy lakás, egy háztartás energiakiadásai tekintetét vizsgáljuk meg, akkor ebben az esetben szélesebb európai összehasonlításban már magasnak tekinthetők ezek a földgázárak. És hát látjuk, hogy a rezsicsökkentés hatására manapság, ez egy 2016-os adat, ami a MEK oldaláról származik, a legolcsóbb lakossági földgáz árak jellemzők a magyar energetikai szektorra. Ennek hatására 2014-ben lecsökkent a fogyasztóvesztés, nyilván ez annak tudható be, hogy jelentősen mérséklődtek a háztartások energiakiadásai és azok a kiegyenlíthetetlen számlák, amelyek jelen voltak, ezek csökkentek jelentős mértékben. Na most, hogyha a figyelembe vesszük azt, hogy a 2014-es adat, de megjegyzi a KSH, hogy már évek óta a lakossági földgáz ellátottság az 90% fölött van, itt egészen pontosan 2015-ben 91%-os volt. És megvizsgáljuk azt, hogy nyilván itt egy óriási árcsökkenés, pontosabban egy 27%-os árcsökkenés következett be, akkor azt gondolom, hogy méltán feltételezhettük azt, hogy egy dinamikus bővülés veszi kezdetét a földgázfogyasztásban. És hogyha rámillantunk akár csak erre a trendvonalra, amit feltüntettem itt az ábrán, akkor azt látjuk, hogy hosszú távon egyértelműen csökkenő tendenciát mutat a földgázfogyasztás, de igazából az a rövid távú dinamikus bővülés is elmaradt, amire esetleg számíthattunk. Most természetes az, hogy a magas árak nagyon sok embert sarkaltak arra, hogy elhalassza a fogyasztását, nagyon sokan elkezdtek takarékoskodni, de voltak olyan tényezők is, amelyek a magas árak miatt bekövetkeztek, és állandósították a földgáz fogyasztásának csökkenését. Hát a globális felmelegedés az nyilván nem ilyen, hiszen az árak teljesen független, de látjuk azt, hogy egyre magasabb az átlaghőmérséklet. Itt például 2014-ben az OMS jelentése alapján 113 év harmadik legenyhébb tele volt 2014-ben, és hát nyilván itt a magas ára következtében nagyon sokan beruháztak energiahatékonysági megoldásokba, nyílászárót cseréltek, szigeteltek, és így tovább, és így tovább. És hát volt egy másik csoport is, akik pedig alternatív megoldásokat választottak, és itt az utolsónál állnék meg, ugyanis az első két dolog az olyan, amely bekövetkezett, és igazából ráhatásunk már nincs rá. Tehát nyilvánvalóan, hogy valaki elkészíti a lakásának a hőszigetelését, akkor az megmarad mindentől függetlenül. Az alternatív megoldások viszont sokkal inkább mobilisek ilyen szempontból. És hát úgy gondoltam, hogy ezek tudatában érdemes megvizsgálni, hogy a helyettesítő termék piacán mi a helyzet. Egy 2013-os felmérésből az kiderül, hogy a földgáznak az első számú helyettesítő terméke a tűzipar. Körülbelül a lakosságnak a nagyságrendjéről 40-50%-ában megtalálható a tűzipar, de 44-45%-ok kifejezetten csak és kizárólag tűzipar alatt nyújt. Mielőtt erről azért néhány szót szólnék, itt az adatgyűjtésre kapcsolatos problémákra hívnám fel a figyelmet. Próbáltam ennek utána járni, figyelmeztettek többen is már a Corvinuson is, hogy nagyon hiányosak az adatok és nagyon sok probléma van velük. A KSH nem tart nyilván olyan adatsort, amely azt mutatja, hogy mennyi volt a tűzifogyasztás egyébben. Ezért rá voltam szorulva erre a biomassa és kommunális hulladék felhasználás adatsorra, amelyel aztán volt egy ilyen probléma, hogy 2015-ös adatot nem tartalmazott, ezt becsléssel az előző év átlagából számítottam ki, illetve hát az adatok sem részletesek, tehát nem tudjuk azt, hogy most ebből valójában a biomasszából mennyi az, ami ténylegesen tűzik van, bár ezt is azért a tudatalom megerősíti, hogy a jelentős része azért mégiscsak az, illetve az sem derül ki, hogy a lakossági és a ipari szektor között hogy oszlik meg a felhasználás. Itt van egy 2009-es rekkes tanulmány, ami hát valójában már nem friss, de nem találtam ennél frissebbet, és ez a tanulmány is bizonyítja azt, meg én azt gondolom, hogy így azért kvázi intuitívan is
érzékeljük ezt, hogy azért a dominancia a lakosság részéről van itt 2009-ben, annak ellenére, hogy akkor már üzemeltek azok a tűzifát is alkalmazott újjelőművek, amelyek esetleg elmozdíthatják ezt az arányt, ennek ellenére 80% körül volt a lakosság dominanciája. És hát van még egy olyan dolog, ami nyílt titok, és amit nem tudunk, de mégis létezik, ez pedig az illegális fa kitermeléshez kapcsolódik. Itt a tanulmány megállapítja, hogy körülbelül 4-szeres az illegális kitermelés, aztán erre a Földművelési Minisztérium reagált, erdészetek reagáltak, ők ezt vitatták, hogy ennyi. Nyilván ez eléggé kézzelfoghatatlan dolog, de ezzel számolni kell, az egészen biztos, hogy lényegesen több, mint a hivatalos statisztikai adatok. Primer kutatást folytattam, hát idézőjelben adtam ezt a kutatást, ez nem volt kutatás, írtam néhány erdészetnek, hogy hát érdekelne azt, hogy mégis mi ezzel a helyzet. 5 erdészetnek írtam, egyik őtől sem kaptam. Viszont már azt beszéltem egy erdész kollégámmal, aki azt mondta, hogy hát igen, az illegális kitermelés az létezik, arra nem tudnak mit mondani, de van egy olyan is, hogy illegális értékesítés, amikor számlát nem lát senki. Na most ez is egy érdekes kérdés, hogy vajon ez hogy alakul. Mindenki egy fantáziájára bízom. És hát ugye ez alapján azért feltételezhetünk egyes mást. Na most annak ellenére, hogy egy helyettesítő termékről van szó, itt a későbbiekben majd ilyen keresztárugalmasságot mindenképpen fontosnak tartanék megvizsgálni, ezzel most még egyedülre nem foglalkoztam. Tehát látjuk azt, hogy annak ellenére, hogy nagyon-nagyon szakadatlanul emelkednek a tűzifájának, a fogyasztás hosszú távon és igazándiból rövid távon is eltekint volt a 2009-10-es változástól, egy növekvő tendenciát mutat. És ott felmerült bennem a kérdés, hogy ez a furcsa folyamat ez hogyan össze, ugye helyettesíthető egymással elméletben a két termék, és mégis azt látjuk, hogy az árcsökkenés ellenére nem bővül jelentős mértékben a földgázfogyasztás, annak ellenére, hogy kvázi az egész ország lefedett földgázzal, a tűzifa fogyasztás pedig annak ellenére bővül, hogy viszonyatosan növekszik a tűzifa ára. És hát igazából itt jönnek azok a dolgok, amelyeket majd mind kérdőívezés folytán, mind pedig interjúztatás során azt gondolom, hogy lehet elsősorban jól vizsgálni, hiszen látjuk azt, hogy azok a kemény adatok, amelyek a statisztikai adatbázisban megtaláltuk, azok nem jutanak kielégítő adatokat. Tehát itt írtam is, hogy a legtöbb hálózatba bekapcsolt lakás Pest megyében található, tehát abban a megyében, amelyben a lakosság tehetősebb része él. Még nyilvánvalóan a fatüzelés pedig azokban a térségekben, vidéki térségekben, kisebb falvakban, kisebb városokban található meg, ahol pedig a lakosság egyik fele koncentrálódik. És készült néhány frissebb riport is arról, hogy el ez a helyzet. Például itt megállapítják, hogy az észak-magyarországi régióban legelterjedtebb eredetét a sparhelt, vagy éppen a cserépkályha, viszont az olyan cserépkályhát, ami már egy ilyen komolyabb és modernebb, normális szűrőrendszerre rendelkezik, az csak és kizárólag azok engedhetik meg maguknak, akik városból települtek oda mondjuk azért, hogy élvezzék a vidéki madárcsicsergést, vagy nem tudom, hogy éppen miért. És hát ugye jelen van az persze, hogy nagy az ellátottság, de nagyon sok ember számára még így is megfizethetetlen az, hogy radikálisan csökkent a földgázára. És itt jönnek azok a dolgok, amelyekről beszélünk. Itt is már elhangzott néhányszor, de igazándiból az, hogy ez milyen méreteket ölt, erről nem tudunk meg olyan nagyon sok mindent. Tehát az tisztán látszik, hogy abban az időszakban, amelyben radikálisan emelkedtek ezek a földgázárak, nagyon sok háztartás, és gondolok elsősorban a családi házakra, hiszen ott működik ez a dolog, nagyon sokan átálltak fatüzelésre. A Magyar Hírlapban 2006-ban jelent meg egy ilyen nagyon kis picike adatot tartalmazó cikk, amely azt írt, hogy 2005-ben például már a háromszorosát adták el kereskedők annak a kazán mennyiségnek, amit ugye egyébként el szoktak adni. És 2005 még csak a kezdete volt ennek a nagymértékű áremelkedésnek. Egészen 2012-ig, mint azt láthattuk, jelentős mértékben jelentkeztek az árak. Próbáltam adatokat szerezni arról, hogy manapság hogy állunk. Erről nem sikerült semmit találnunk, viszont egy relatíve friss, hát mindössze 3-4 éves tanulmányt találtam erről, ami elég alaposságról összehasonlítja hatások szempontjából a technológiákat, és ugye az jön ki, hogy egyességnyi előállított energia szempontjából a fatüzelés körülbelül nagyságrendileg így fele olyan költségekkel jár, mint a gáztüzelés. És ugye itt még mindig csak tartunk, hogy az ilyen keményebb adatokról beszélünk, és mielőtt még rátérnék arra, ami a valóság és ami az ilyen puha folyamatokat illeti, addig még érdemes megemlíteni azokat a kormányzati
beavatkozásokat, szabályozásokat, amelyek még inkább versenyhátrányban keverték a gázszínen. Volt például a tűziparadicsi csökkentés, amely 2014 és 2015-ös évben vonatkozott egyszer és kizárólag, vagy ilyen volt, pontosabban ilyen a szociális tűziparprogram, ami jelenleg is érvényben van. Nem gondolom azt, hogy ennek olyan óriási, nagyon nagy hatása lenne ezekre a piaci folyamatokra, de kétségtelen, hogy ott vannak ezek a folyamatok, és azért nem bolygatják valamelyest azt. És hát ugye itt van az, amiről meg itt jó néhány esetben szó esett, tehát egy megújuló energiaforrásról beszélünk alapvetően, ami egy ilyen fenntartható erdőgazdálkodás mellett működőképes lehet. Ugye itt jön szembe az, hogy igen, ám, de az illegális kitermelés ki tudja, hogy mégis milyen méreteket ölt. És abban az esetben, hogyha ezek a készülékek, amelyekben a fát elégetjük, rendelkeznek olyan szűrőberendezés, ami olyan rájössze a koromkibocsátást, meg a szálloporkibocsátást, akkor ez működőképes. Tehát vidéken azért valószínű is, illetve hát ezek a riportok is azt bizonyítják, hogy nem ez a helyzet. Nem szeretném felolvasni itt a cikkből idézetet, tehát látjuk, hogy illetve mi magunk is érzékelhetjük azt, hogy azért nagyjából ez a kazános fűtési módszer, ez lehetővé tette azt, hogy ami befér azon a kazánon, azt nagyjából el lehet égetni, ami nem fér be, azt pedig fel kell darabolni, és aztán kell elégetni. Tehát igazából úgy néz ki a történet, hogy ezekben a térségekben, talán úgy mondjuk az Észak-Magyarországi térségben, de én azt gondolom, hogy azon a térségben is, amelyben én élek, tehát a dél-dunántúli esetében is, hát látom azt, hogy jelen van, hiszen egy fatüzelésből nem árad olyan szírfüst, amit látok az apró falvas térségekben. És ugye ennek hátránya az, hogy nem csak a szállóból és a korom koncentráció nőnek, hanem azoknak a szintetikus anyagoknak az elégetése révén, amelyekről ugye szó esik, a dioxinok, a különböző kátrányos anyagok és egyéb olyan környezetszennyező és egészségre káros anyagoknak a koncentrációja is, ami alapvetően a fetüzelésből nem származna is. Hát igen, itt említettem ismételten az illegális fakitermelés problémáját, ami adott esetben tehát átírhatja a fa, mint megújuló erőforrás fogalmát, illetve egyéb olyan ökológiai problémákat eredményez, az erózió, vagy alapvetően, hogy csökken a biodiverzitás, ugye ezt nem kell kifejteni, hogy miért probléma. Most ennek tudatában én megvizsgáltam a KSH által közzétett nemzetgazdasági árak károsanyag kibocsátását. Ez csak és kizárólag a háztartásokra vonatkozik. Az első kérdés felmerül bennem, hogy ezt mégis hogy mérik. Hogy mi az, ami a háztartásból szivárog ki, nem tudom, tehát ebben majd esetleg valaki tud valami tanácsot adni, azt megköszönöm. Itt azt látjuk, most csak néhány anyagot tüntettem fel, összességében szinte minden anyagnak a koncentrációja csökkenő tendenciát mutat. Kettő olyan anyag van, amely nem, az egyik a szálvópor, függetlenül a méretétől, láthatjuk itt a 10 és a 2,5 mikrométeres, az külön kategóriát képez, de igazán ugyanazt a tendenciát mutatja, és a másik ilyen anyag pedig az ammónia volt. Egyéb olyan anyagra, amely mondjuk releváns lehet például a dioxinok, erre nem láttam semmiféle kimutatást. És hát ugye a helyzet az, hogy látjuk azt, hogy 2014-ben lecsökkent a szálópor kibocsátás és az ammónia kibocsátás is, de hát azért hozzáteszem, hogy már az elején mutattam, hogy itt azért egy nagyon enyhe térről volt szó. Mi a helyzet abban az esetben, hogyha sorozatosan ilyen terei lesznek? Köszönöm. És már is a végére élek. Az OMS levegőminőségi adatai alapján készítettem egy ilyen grafikont, amely csak részleteket tartalmaz, tehát még a három kategória mellett volt ilyen, hogy kiváló és nagyon erősen szennyezett, ezektől eltekintettünk, tehát ilyen nulla, de nagyon erősen szennyezett településről beszélhetünk, és egy vagy, de általában nulla kiváló minőségről. Ugye itt meglehetősen érdekes tendenciát fest, tehát semmiféle komoly korrelációt nem mutat az előző szennyezőanyagok kibocsátásával, tehát ezt mindenféleképpen a későbbiekben még vizsgálni szeretném, és záró gondolatként még egy valamit mutatnék. Ezen az árdán Magyarország megújuló energia termelését látjuk, amit a felső vonalon, az alsó vonalon pedig csak és kizárólag a biomasszával származó energiatermelést. Látjuk azt, hogy most 2004-ben körülbelül a 70%-a ennek a termelésnek kizárólag biomassza termelésből származott. Egészen pontosan, igen, jól mondom, tehát ebben nincs benne a bioüzemanyag. Tehát nyilvánvalóan ez nem normális, tekintve azt, hogy a kormányzat módszeresen és tartósan lehetetleníti el ugye a különféle alternatív megoldások terjesztését. Látjuk azt, hogy valamelyest azért nyílik az olló, tehát egyre kisebb részarányt képvisel a tűzipar használat, a biomassza égetés, de azért bennem kérdéseket vett fel az, hogy a tendenciákat figyelembe véve mondjuk néhány ilyen hideg tél után, hogy tartósan is megemelkedik a
a biomassa felhasználás, akkor megint egy óriási mértékű részesedést produkálhat a teljes termelésből. És hát az is kérdéseket vett fel bennem, hogy ilyesfajta szabályozáson, hogy sikerül majd teljesítenünk azt a célt, amit kitűztünk 2020-ra vagy 2030-ra, és én nagyon bízom abban, hogy nem a szegénység fogja megoldani ennek a kvótának a teljesítését. Köszönöm.